vendégeinket. Kérem, fogadják szeretettel a Vész és Sajmok nyitótáncát. You are the reason I'm losing my mind.
Felkérem Sziláthi Szűcsába igazgatóra, hogy mondják el. Kedves édesanyám és édesapám, szülőként azt szeretnénk látni, hogy a gyermekünk életre szépen alakul. Aggódunk, hogy értelmes célokat tűzünk ki maga elé, és helyettünk állni, amikor kell. A nemrég kisgyermek hamarosan a saját útján szállnak tovább. A felnőtté válás nagy feladat. Kérem, még ne engedjék el gyermekünk kezét, és támogassák őket álmai beteljesülésében. Kedves kollégáim! Nekünk, tanároknak, az iskola közösségének egy szép időtávon hagyományi szabad tűzünnepség. Ez az alkalom is jelképezi a Balázs Győző Református Gimnázium valódi összetartozását. Fontos az, hogy az iskolai életünket meghatározó értékeket, élményeket, eseményeket megosztjuk egymással, és együtt legyünk jelen. Várjuk, hogy a közösségünk tovább erősödjön az értékeink alapján szolgáló szellemi és lelki táplálék, a jövőben vetett hit mindig velünk legyen az úton, példaként szolgáljon. Legyen ez a mai nap köszönet is a tanárainknak, hogy veletek a diákok alkalommal, ahol köztetek életünk egy részét, és mindent meg fognak tenni értetek tanárjátok, azért, hogy egészen érettségvizsgáit kísérjük, végigkísérjük, sikeresen legyetek azon túl. Az elkövetkezendő fél évben már is sárga a gondolatát tartsuk együtt irányolónak. Ha megfogsz valamit, fog két kézzel is erősen. Ha elengedsz valamit,
ami engedett tudatosan, és minden következményen szólsz, állítsz az időben, mint a kő. Ha örülsz valaminek, örülj fenntartás nélkül. Kedves őző diákok, kívánok sikeres felkészülést, kívánom, hogy teljesítsétek azok a célok, amelyeket kitűztetek magatok elé. Köszönöm szépen a lehetőséget! Csak játszom a
szemképekkel, csinkatom a lelket, szeretném, ha valaki meglátná most engem. Szeretném az asztalra tiszta abból szenni, szeretném újra kisgyermek lenni. Szeretném, ha az útvégén valaki várna, szeretném lenni valaki ám. Thank you.
A 12. év balladája. 4 éve az osztályon született utunk erre a színpadra vezetett. Hosszúkat jártunk végre, elmesélni eltartan a óráig. De mi tudják, mi diákok vagyunk. A sok szövegen is nem fogja felelni. Hallgassanak meg, ha szabad kérni, a vízűs kiosztályról beszélünk. Bárány András Adolján. Borbély Balázs. Thank you.
Tumára Péter Boton. Gál Barbara. Kis Boton József. Lovas Beáta. Szurom Ilika.
Kell csak a szemfélelő, én vagyok. Én vagyok az a kíváncsi csillag, mely rák a csillag, s rák vagyok. Én vagyok a csók, a csókod. A kulcs vagyok, mely szívet rejtezzel megkinyitja, és a nyíl vagyok, amely holtást vagy várja egy madarát. A dal vagyok, mely belőled zakog, holt vállalok tölti ígén át az égbe. És én vagyok az a sárvadság, amit éjfél után, ha bárhol jössz haza, rád lehel a sarki lámpa fénye. Neked tudnod kell, hogy van az, mikor az idő nem halad, mikor az óra szinte áll, és csak vár az ember, mire vár. Mikor a gondnak nincs neve, mégis rohannunk kellene. El kell jutnod valahova, innen, csak nem tudod hova. Csak ahol vagy, csak onnan el. Csak ez az óra volna el. Csak ez az este volna el. Akarok. Egy kemény, rövidke szó. Ebben benne van az egész életem. E szó mögött sok nehéz harc rejtőzik. E szó miatt még sokat könnyezem. De történik bármi, ha az egész világ fog ellenállni, vagy ha egyedül is maradok, mindent legyőzve, mégis akarok. Oh,
gimnazista osztály mozgókép és animáció készítő, színházi táncos tagozatszalagtőzése következik. Lapis István. Thank you.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek.
megteremteni a szívet. Boldogok, akik tudják, hogy másokat is lehet igazat. Mert békességgel szörülöttük. Boldogok, akik nevethetőnek önmagukon. Mert nem lesz vége szórakozásoknak. Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a lakontúrással. Sok zavartól tudunk magukat. Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsöt, az asztal és a koporsót, és mindhárommal a diófát. Mert nem csak néznek, hanem látnak is. Boldogok, akik lenni is tudnak, nem csak tenni. Mert megcsendül a csöngyük, és titkok tudóivá válnak, leborulók és nem kiborulók többé. Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni. Mert mosolyogva ébrednek fel, és örömmel indulnak. Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni. Mert sok barátot kapnak, és nem lesznek magányosak. Boldogok, akik nem veszik túl komolyan a magukat. Mert környezetük megbecsülik őket. Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat. Mert ők az öröm magvetői. Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat, és békésen a nagy eseményeket. Mert messzire jutnak az életben. Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt, és elfelejtik a fintort. Mert útjuk napfényes lesz. Boldogok, akik jó indulattal értelmezik mások botlásait. Akkor is, ha naivnak tartják őket. Mert ez a szeretet ára. Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, és imádkoznak, mielőtt gondolkodnának. Mert kevesebb csalódás éri őket. Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit. Mert gondolom lesz az életük. Thank you.
A 12. szakgimnazista osztály művészeti médiafotográfus és grafikus szak szalagtűzése következik. Novák Ádám.
Szabó Dániel. Thank you.
Kedves vendégeink, szalagtűzi ünnepségünk véget ért. Köszönjük, hogy velünk ünnepeltek. Kérem, hogy az iskolazászló kivonulásához álljanak fel. Áldás békesség!